elmondjunk egy pár tradicionális mantrákat, mielőtt beszéljünk lelki témákról. Ki van, aki először van itt? Nagyon jó. Másodjára. Jó, köszönjük szépen. Örülünk, hogy itt vagytok. Első, másodjára, és aki sokat gyára, és nem utoljára. Köszönjük. Oké, akkor... Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Oké, nagyon jó, köszönjük. Ma fogunk beszélni egy témáról, ami arról szól, hogy hogy is van ez az egész életünk, és minek való. Van egy nagyon jó könyv, ami idén lesz nyomtatva, lehet csak év végére. Az a címe, hogy Élet kezdődik az életből, ami nagyon-nagyon zseniális beszélgetések vannak be a könyvben, ahol nagyon könnyű és egyszerűen megvan, rá van világítva, hogy hogyan lehet az élet. És általában mi ismerünk kettő elméletet. Az egyik elmélet, hogy élet kezdődik az halott anyagból. Általában ez most a mi iskolákban tanítják. Amúgy egy kicsit furcsa nekem, mert iskolában tanítják, hogy a tantárgyakon, hogy az anyagból jön az élet, de aztán mindenhol van vallási tan minden iskolában, ami ellentmondásos. Nem lesz probléma az embernek, hogy egyszerre kettő tanuljál, és mindegyiket komolyan gondolják. Ez érdekes. És akkor most ezeket megnézünk, megbeszélünk veletek. Hát kezdjünk egy kicsiként arról, hogy hogyha amikor nézzük, hogy hogy dőlt létre az élet, ugye, és amit mindenkik mondanak, hogy az anyagból, akkor mert ugye mit jelent élet, hogy most én mi vagy, van valaki, aki él? Van, vagyunk egy páran. Jó. Nagyon jó. Akkor az elmélet arról szól, hogy valamilyen vegyi elemeknek a kombinációnak köszönhető létrejött az élet. És akkor jó, rendben, nagyon jó, hogy ezt mondja valaki. Általában úgy is szokták mondani, hogy ez egy tudományos hozzáállás. Van a vallásos, amilyen csak egy hit, és van egy tudomány. Oké, okay. Nézzük meg, most melyik lesz a tudomány, melyik csak egy hit. Mert lehet, hogy a végén fordítva fogunk mondani, hogy a vallás az egy tudomány, a tudomány az csak egy hit. Például egyik szempontból, hogyha anyagból, most nagyon ilyen kis egyszerű dolgokkal kezdjünk, hogyha anyagból létrejött az élet, és akkor megmondják, hogy igen, vegyi elemek, akkor mi mondjuk rendben, de hogyha ez, ugye a tudomány az azt jelenti, hogy megfigyelés, utána egy elmélet összefogalmazása, és utána bemutatása. Ez azt jelenti, hogyha életből, anyagból létrejött az élet, azt kifigyeltek, akkor utána azt be kell mutatni, meg kell csinálni laborba. Általában, hát
Ugye a reneszánsz az pont ilyen 500 év ezelőtt indult el, amikor már elkezdtek erre mondani, és azóta kutatnak, azóta próbálnak csövekbe keverni, kavarni, koktélokat csinálni, meg mindenféle dolgokat, raknak mindenféle hidegbe, melegbe, de valahogy még nem jött össze a dolog. És általában a válasz, hogy most még nem tudjunk, de jövőben majd megmutatjuk nektek, majd sikerülni fog, és fogtok látni, fogjunk a hallott elemeket, összekeverjünk, és akkor onnan kiugrik valaki, és akkor ott fog táncolni, meg énekelni. Vagy legfeljebb, hogyha legrosszabb, akkor egy majom kiugrik belőle, és akkor felmászik a fára. Oké, de most nézzünk csak logikát. Hogyha ez módba történt, akkor most miért nem történik? Mi az akadálya, hogy most nem történik? Most valahogy, hogy ez természetesen valamikor történt, hogy egy halott elemek elkezdtek összekeveredni, és létrejött az élet, most miért nem történt? Mi az oka annak, hogy akkor történt, egyszer valamikor véletlenül, és most többet nem történik? Szóval már itt egy kicsit nem helyes állítás. Mert ami, hogyha ez akkor történt, annak mindig kell történnie. Mert amióta ismerünk mondjuk az embert, azóta is akkor ember szült embert, ugye? Emlékeztek, hogy úgy volt, nem? A nő mindig tudta szülni egy gyereket, és most is történik. Nem mondjuk, hogy múltba történt, most nem történik. Szóval ami valamikor valamilyen folyamat volt élő, akkor ez most is ennek kell legyen. De akkor ezért nem nagyon tiszta ez a magyarázat, vagy nem meggyőző, hogy élet halott anyagból állt. De ma vasárnap van, mindenkinek jó kedve van. Van nektek jó kedvetek? Jó, akkor feltételezünk, és mondjuk, na jó, mondjuk tudósoknak. Amúgy semmi baj tudósunkkal nincsen, inkább csak a tudománya, a tudósok is nagyon jó emberek, próbálkoznak ők is, a személyekkel sosem probléma. De akkor csináljuk azt, hogy elfogadjunk, rendben, feltételezünk, hogy az anyagból létrejött az élet. Ez azt jelenti, hogy a vegyi elemek elkezdtek vegyülni, kavarodni bizonyos törvényeken alapján, nem? Mert vannak törvények. De várjatok, hát itt a kérdés, tehát honnan van törvény? Hogy lehet hamarabb törvény, mint az élet? Mert törvény, mit jelent törvény? Ez a jelem az intelligenciának, nem? Akkor hogy lehet, törvény volt, de még volt, ha már volt a törvény, mielőtt még anyag volt. Mert anyag, mikor keveredett, akkor már törvény alapján elkezdett keverni a gázok, amikor úgy mondják, hogy akkor jöttek a gázok, akkor jöttek a spirálok, akkor jöttek aminosav, és akkor nukleinsav, és azok már törvényesen működtek. Hogyha mi akarjunk is elfogadni, mert jó kedvünk van, de nem megy. Nem tudjuk, túl kell erőltetni, hogy ez most elfogadjunk, hogy vegyi elemek keveréséből létrejön az élet. Egyszerűen nem nehéz ez így. Ez csak ilyen két éves gyerek tud elfogadni, aki mikor látja, hogy megy a repülő, és mivel nem látja a pilótát, akkor fog mondani, hogy magától megy a repülő. De egy felnőtt ember tudja, hogy magától, persze most már vannak a drónok, meg minden, de valaki irányítja a drónt, de hogyha még irányítás nélkül, de valaki beprogramozta, de valaki megcsinálta a drónt, még mindig nem magától megjelent az égen. Szóval itt ez egy nagyon-nagyon fontos. Szóval akkor ez hogy múltban volt, és most nem működik,
egyik nem jó, akkor a másik, hogyha voltak hamarabb a törvények, vagy ez a híres kérdés, ki volt előbb, tyúka vagy a tojás? Ki tud válaszolni? Mi volt hamarabb, tyúk vagy a tojás? Aki megválaszolja, akkor ő a legjobb ember a világon a mai napon. Isten. Itt vannak legjobb emberek. Igen, Isten volt előbb. Így van, nagyon jó. Szóval, akkor ez az egyik. Akkor most megint következő lépésre megyünk, vizsgáljuk meg, akár kezdjünk a fával, nem, a fa az már túl bonyolult, egy fűszállal, nem, az is nagyon bonyolult struktúrájával, a rizsszemmel. Hogyha van a rizs, és akkor a rizsszemet, hogyha megnézzünk, hogy milyen elemekből áll a rizs, és utána megkérjünk, aki tudja és érti a kémiai reakciókhoz, hogy keverjen össze, először vizsgálja meg, hogy milyen elemekből áll, és akkor tudnak mondani a rizs, miből áll, milyen hidrogén, nem tudom, mi van még benne, annyi sok minden fehérje, meg sok minden. Jó, de utána mi történik? Utána megkérjük, jó, akkor most keverd össze a csőbe, és csináld meg egy rizsszemet. Nem lehet. Nem lehet megcsinálni. A másik, amit nagyon érdekes, hogy a mindennek, most nagyon vigyázunk, amit fogok mondani, mindennek a világban, minden atom, vagy univerzum, vagy egy emberi test, vagy egy hangya, ugyanabból az elemekből áll. Vannak a, úgy hívják, hogy eredeti elemek, és akár fogjunk egy elefánt testet, akkor ott van öt fő eredeti elem, ez a föld, víz, tűz, levegő, éter. Ugyanezek az elemek benne vannak egy emberi testben, föld, víz, tűz, levegő, éter. A hangyában az univerzum ebből áll, ugyanabból az elemekből, és még egy atom is. Az atom rendelkezik ezekkel az elemekkel, föld, víz, tűz, levegő, éter. Öt elem. Ez nagyon érdekes, hogy ez az eredeti. Mert amikor mi mondjuk, de hát nem, de hát, hogyha nézzünk a fémet, akkor a fém, hát van ennek a Mendelejev táblázatban, mi a neve a vasnak, ki emlékszik, iskola? Ferum. Nagyon jó. Nagyon itt ötösre mindenki tanult, rögtön látszik. Ferum. De ferum, a Mendelejev táblázat, az beszél atomról. És pont az atom, ez a ferum atom, miből áll? Tűz, víz, levegő, éter, föld, ezekből az elemekből áll. Szóval mindig benne is van, minden atomban benne van. Ez azt jelenti, hogy minden egyféle minden univerzumként is lehet látni. Ugyanolyan struktúrája van, és ugyanabból az összetevőből áll. Oké. Okay. Akkor beszéltünk most, hogy akkor egy rizsszemet nem tudjuk megcsinálni, és akkor megnézzünk, hogy a halott test és az élő test között mi a különbség. Amikor mondják, hát egy valamilyen oknál fogva megváltozott a vegyi összetevése, és ezért nem él ez a test. Megszűnt valami, megzavarodott, és nem azok a, nem ez a formula, nem ezek a, vagy valami pár vegyi elem hiányzik benne, ami szükséges arra, hogy ez az anyag életre keljen. Oké, okay. Nagyon jó, akkor nézzük meg, milyen
és próbáljunk bele adagolni, lehet kicsit többet a biztosra, ami biztos. Lehet, hogy csak egy fél gram, de hát akkor egy kilót, egy litert nyomjunk bele a halott testbe. Ez lehet fa, nem muszáj ember, lehet emberi test, egy hangya, egy kutya, macska. Nézzük meg, milyen vegyi elem hiányzik, akkor próbáljunk bele adagolni, és akkor ki már látta, hogy ez fog működni. Én még nem láttam. Annyit lehet csinálni, hogy a gépekre rákapcsolni, és akkor így életbe tartani. Szóval nem történik. Miért? Mi hiányzik? Hiányzik tudat. A minden, ami élő, akár egy fa, akár egy állat, akár egy ember, ott hiányzik a tudat. És az a tudat, ami más, amiből áll, nem a vegyi elemekből. És ez a tudat rendelkezik tudással és intelligenciával. Látunk, hogy méhecskék nem kell járni iskolába. Oké, már faiskola, az már létezik, azt már tudjuk, van faiskola. Persze nem látom, hogy tanulni fákat, de méhecskének nem kell. Ő megszületett, és Isten megadja az intelligenciát, és ő tudja, mit kell csinálni. Egy fa, mondjuk a fának a magjába, ott már megvan adva minden megfelelő összetevők tudással együtt, hogy ki tudjon nőni egy magból egy nagy fa. És benne van már a fának a formája, az már be van a kicsit később ezt megnézzük, hogy ez hogy működik, de a fának a kis magba, ott már megvan a nagy fa. Potencia megvan, minden megvan, csak egy megfelelő, kedvező közegbe kell helyezni, és egy kicsit vizet adni, és akkor ki fog nőni egy nagy fa. Sőt, ami még érdekesebb, amit fog csinálni ez a fa, hogy kap csak vizet, csak napot, a földből valamit kap, és olyan vegyi elemeket ő fog termelni, ami nincsen környezetben. Mint fogjuk a citromot. És amikor lacsolva van a citromfa, akkor savat nem önti senki oda. Csak napot kap, levegőt, és ő termeli egy új elemet, ami körülötte nincsen. Ez majd kicsit később megbeszélünk, hogy ez hogyan történik. Szóval, de most ebből szemszögből nézzünk, hogy megvan intelligencia egy citromfának, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Minden, mert a tudás, ez abszolút szemszögből relatív. Megvan a tudás az embernek, és a hangyának is megvan a tudása. És az egy relatív. A hangyának a hangya szinten van tudása, mint a élet hossz. Mindenki él 100 évet. Ember él 100 évet, a hangya az ő szemszögből 100 évet él. Ember számára lehet csak egy pár napig, vagy nem tudom mennyi él. Akkor az Úr Bráma, aki több milliárd nálunk, nekünk több milliárd évet él számunkra, vagy trillió éveket is, ő szemszögből ő csak 100 évek él. Szóval ugyanúgy, mint akkor az élethoz, relatív, és a tudás. A hangya rendelkezik maximális tudással, mit kell csinálni, hova kell menni. A fa is, amikor megvan mondjuk vágva egy fa, akkor ott ő tudja, mit kell csinálni, hogy kell megvédeni magát, milyen folyamatot kell, vagy amikor le van vágva a fának az ága, vagy leesett, akkor észrevettétek, hogy a kéreg sose fog ránőni, hanem körbe kezd nőni. Ő tudja, ő is tudja, hogy hogy kell csinálni, miért kell így körbe kell nőni a kéregnek, és ott lesz egy ilyen kicsit erősebb,
védelem szemszögből, hogy ott úgy látszik érzékeny pont, és akkor ott egy kicsit ránő, hogy jobban megvédi a fát. Szóval ez is egy intelligencia. Akkor lehet látni varjukat, nagyon érdekes, egy kis buta madárnak tűnik, de például tudja, hogy kell díjút szétszedni. Felviszi a magasba és ledobja. És akkor itt törje a díjút. Szóval lehet ilyen, volt ez a mese, díjútörő. Ez varjóról szól. Oké. Akkor ez az intelligencia, csak most miért erről beszéljünk? Milyen vegyi elemekeket kell összekeverni, hogy ez a szalvéta intelligens legyen? Nem lehet. Mert nem, az intelligencia nem egy halott anyagnak a jellemzője. Nem lehet semmi, nem nincsen ilyen, hogy összekeverünk vegyi elemeket, és akkor... De lehet mondani, de várjál, de le vagy maradva. Hát most már lehet telefonnal beszélni, számítógéppel kell, lehet beszélni. Mit kérdezem? Mondjuk oroszul is tud telefonom. Сколько время? Szégyellős, nem mondta, csak kiírta. Jó. Bármit lehet kérdezni, de tud beszélni, csak úgy látszik, hogy szégyellős. A lényeg, hogy akkor hát beszél, és válaszol. Hogy hívnak, meg lehet kérdezni telefont, mi az időjárás, meséld egy viccet, ugye? Akkor most a ChatGPT, ki már ismeri a ChatGPT-t? Nagyon zseni dolgokat lehet látni. Hát akkor lehet mondani, hát akkor krisnások, zárjátok be a templomotokat, és inkább ChatGPT-t reklámozatok. Mert az beszél, válaszol, reagál. De mi a különbség? Mi ez az intelligencia, ami a fában van, állatban, és mi az az intelligencia, ami van a számítógépben? Az csak egy beprogramozó dolgok a számítógépbe, mert az az intelligencia, ami a fába van, és másféle élő lényekben, az az intelligencia még egy jellemzővel rendelkezik, érzelemmel. A ChatGPT nem érzi semmit. Ott lehet rá kiabálni, még lehet, hogy fog mondani, hogy miért így beszélsz velem csúnyán, de ott nincsen senki, aki megsértődött, aki érzi. Ott a mesterséges nem érez. Ezért itt nem csak, amikor mondjunk, hogy vegyelemeket összekeverjünk, és ebből lesz élet, az nem csak egy intelligencia ChatGPT-ről van szó, hanem érezzen. Ez már egy kicsit nehéz, hogy ez valaki érzékeny legyen, érzelem. De minden állatban, minden élőlényben vannak érzelmek. Hát gondolom, kutya, macska, az lehet látni, ez nem egy nehéz, nehezen kideríteni. Szóval ez egy különbség, nem intelligencia, az, ami van, és van egy érzelem. És de néha tudnak nekik mondani, jó, hogy amikor figyelmünket el kell annak teríteni, akkor mondja, de akkor is tudomány nagyon magas szinten van már, most nem csak ChatGPT, oké, ez nem egy élő, de mi most már tudjunk a kémia csőbe össze a férfi-női sejtet összekeverni, és onnan is tudjunk egy termékenyíteni, és akkor ki fog nőni egy kémiai csőből egy ember. Hát ebben mi az új? Ebben semmi új nincsen, mert a természet már régóta megcsinálta, egy természetes kémiai cső, egy nőnek a szervezetét, ahol megnő. Szóval nem, amikor már fogni valamit,
élőt, és akkor abból csinálni valamit, az nem egy csoda, hanem egy halottból megcsinálni élőt, az a csoda, sőt, ezt nem lehet megcsinálni. Oké. Okay. És a másik, akkor beszéltünk, hogy nincsen olyan vegyi elemek, amit tudnak életet csinálni, mert élet ez örök, és szentírások magyaráznak, hogy ekasya bahu siam, hogy Isten ő volt, aki egyetlen egy eredet volt, és ő sokszorosította magát, és ezek a tudatok, ami jiva tatva, vagy lelkek, ő lett, ő belőle lett. Ez az ő energiája, ezek az egyéni lelkek, mint az egyéni Isten, ő egy egyéni személyiség. Ugyanúgy azok, akik miatt élnek a testek, azok az egyéni személyiségek, ugyanúgy lelkek egyedülálló, és mivel érzelmekkel rendelkezik Isten, akkor azok a lelkek érzelmekkel rendelkeznek. A vegyi anyag az mindig fog maradni vegyi. És pont Krishna magyarázza, hogy a Bhagavad Gita-ban, hogy van különböző kategória. Mondta, hogy van halott anyag, az mindig fog maradni halott anyag, az sose fog élni. És akkor mondja, Bumira Porna Lovajur Kam. Azt mondja, van öt elem, ez a föld, víz, tűz, levegő, éter, és utána mondja, van még finom fizikai három elem, manasa, buddhi és ahankar, ez azt jelenti, hogy elme, intelligencia, hamis ego, három. Így a nyolc elem, amiből sose lesz élő. És akkor Krishna mondja, apara prakriti, mondja, ez az én energiám, a hamsaravasya prabhava, minden tőlem árad. És tőlem árad olyan energia, ami nem él, az is, ami sose fog, magától nem fog élni. Az egy mindig halott energia marad. Miért? Mert ez az energia biztosít bizonyos kombinációkat, hogy lélek tudjon kapni egy testet. Igazából. Szóval igaz, erre van. Nem arra van az anyag, hogy anyag legyen élő, hanem anyag, ez egy eszköz a lélek számára. És ezért mondta, igen, van apara, ez az alacsonyabb rendű energia, és utána mondja, és van paraprakriti. A prakriti az azt jelenti, hogy energia vagy természet. És a para azt mondja, hogy magasabb rendű. Jiva, buta, mahabaha. És ez az a magasabb rendű energia, az úgy hívják, hogy jiva, lélek, lelki energia. És ezért a lélek ő rendelkezik tudattal. Ez a különbség az anyag és a lélek között. És ezért a lélek nem anyagi, vegyi elemek kombináció, hanem ez egy teljesen más szubstanció. A lelket nem is lehet összekeverni az anyaggal, mert ellentétes. Amikor próbáljunk összekeverni vizet, olajjal, mi lesz? Nem keverhető össze, ugye? Vizet, olajjal. Ugyanúgy lélek nem keverhető össze az anyaggal. Jó, de most megmutatom egy ellentmondást. De mégis mi itt ülünk, és úgy vagyunk összekeveredve, hogy nekik magyaráznak, hogy te lélek vagy, én már nem tudom elképzelni. Valaki nem is fog elhinni. Képzeljünk el, annyira össze van keverve, hogy ember nem hiszi magáról az igazságot, ami ő van. Mondja, te lélek vagy, egy lélek. Lehet, hogy van valami lelkem, ami majd elmegy, mikor én meghalok, ugye van egy ilyen elképzelés, de nem, te vagy a lélek, és a testet meghal, te nem halsz meg, te öröki vagy. Rendben, de itt most egy kérdés, mert tényleg össze van keverve, ezért mi, hogy lehet látni, hogy mi össze vagyunk keveredve a testünkkel,
Úgyhogy jobban testnek gondoljuk magunkat, mint a lélek. Mi annak a bizonyítéka? Az, hogy mi nagyon aggódunk az életünkben, most ez fog történni, most ez történik velem. Szóval minden, ami anyagi dolgok, körülmények vannak, ami nem a miénk, semmi nem a miénk, nem is vagyunk magyarok. El tudjátok képzelni? Meg oroszok sem, meg ukránok sem. A lélek az nemzet fölött áll. Mert a nemzet ez egy testnek a megjelenősei. Te itt születtél, akkor te ezt az útlevelet kapsz, te itt születtél, te ezt kapsz, és akkor így működnek. De a lélek nem rendelkezik ezzel a természet vagy az anyagi megjelölésekkel. Szóval így működik, és amikor lélek össze van keveredve, és ember aggódik, jaj, velem ez történik, most az van. Ez mutatja pont arra, hogy én tényleg testnek gondolom magamat, annyira belegabolyodtam. Mert hogyha én mindig tudom, hogy egy lélek vagyok, és nem azonosítom magam a testemmel, akkor bármi történik, engem nem zavar, mert nem vagyok ez. De akkor hogy lehet? Akkor van ez az ellentmondás. Előtte mondtam, hogy nem keverhető össze, lélek, anyaggal, mégis úgy látjuk, hogy ránézem, és inkább testnek gondolom magamat, mint lélek. Annyira össze vagyunk gabolyodva. Erre a válasz, hogy habár ellen természetű lélek és anyag, és tényleg, ahogy a víz olajjal nem keverhető, de a tudományban, kémiai tudományban erre van egy válasz, ott is akarják összevegyíteni összevegyíthetetlen elemeket, azt szokták csinálni kémiában. Az azt jelenti, ami nem rokonos, úgy szokták mondani, nem egy rokonos elemekből áll. Mert úgy csak az keverhető össze, például, hogyha itt van két elem, ebben az elemben benne van egy rész ennek a természete, és ennek van ebből a természetől, akkor ez keverhető össze. Mint a tej a vízzel. Ugye keverhető, mert vízelem van a tejben, nagyon sok, és akkor nagyon könnyű összekeverni. De mivel olaj és a víz teljesen más, nem keverhető. De ahhoz, hogy ilyen ellentmondásos elemeket összekeverjünk, ahhoz kell úgynevezett katalizátor. Ez a harmadik elem, ami ebből is áll, és abból is áll. És amikor ezt keverhetik ezzel is, és ehhez, ezzel, és akkor így megvan a keveredés. Így a lélek és a test között van valami összekötő elem, ami úgy hívják, hogy hamis ego. Mert hamis ego, ez a tud lenni tiszta, tud lenni lelki, tiszta ego, a lélekből is áll, de amikor mondjuk, hogy hamis, akkor az anyagból áll. És az ego, ami két természetű, lelki meg anyagi, az keveri össze a lelket a testével, és akkor így utána hiába mondjuk embereknek, nem mondja ez a test, egyszerűen nem lehet felfogni. Szóval ez a keveredés. Oké. Másik, még egy kicsit érdekesség, hogy Krishna mondta, ugye amit idéztem, hogy az anyag az egy alacsonyabb rendű, mint lélek. Szóval mi, mint lelkek, magasabb rendűek vagyunk. Mégis védikus szentírásokban olvashatunk nagyon sokszor, hogy a lélek az anyagi energia hatás alá van rendelve. Például mindenkit karma kontrollál. Mi mindannyian, akik itt vagyunk, nem születünk ott, ahol mi akartunk. Nem tudjuk, mert minket kontrollálja az anyagi energia, karma törvény segítségével, és a karma szerint Magyarországon születtünk.
A szüleinket nem tudtunk választani, nincs rá nekünk szabad akaratunk, mert a karma, megint az anyag, az minket ide, azt neked jár, akkor te itt kapsz születés, ezek a szülők, neked ez jár, te itt fogsz születni, és akkor ez így történik, hogy nem választhatunk. Akkor hogy lehet, nem én döntöm, hanem az anyag engem kontrollál. Hát én vagyok a magasabb rendő. Hogy lehet, hogy valami alacsonyabb rendő kontrollálja magasabb rendőt valamit? A válasz a következő. Az anyag, mint egy energia, nagy. Nagyon nagy. A lélek parányi. És ezért, mivel parányi a lélek, ezért hatása van a léleknek a tudatára az anyagnak. Most, hogy kicsit, hogy jobban értsünk, akkor van egy nagyon érthető példa. Van az ember, és van az alkohol. Ki magasabb rendő? Ember vagy alkohol? Ember. És amikor ember megisz az alkoholt, akkor alkohol van befolyásolva, vagy ember? Az ember, a tudata, ugye? Teljesen megváltozik a viselkedése, néha nem tud, botlik, amikor beszél, nem tud rendesen kimondani szavakat, néha nem tud tisztán kifejezni magát. Szóval az alkohol, ő alacsonyabb rendű, mint az ember, de viszont befolyásolni tudja a tiszta, józan embernek a tudatot. Kontroll alá vesz. Ugyanúgy az anyagi energia, van a 13. fejezetben, Bhagavad Gita-ban, ott erről beszél Krishna, hogy Purusha Prakriti Stohi Bhunkte Prakriti Jangunan Karana Guna Sangasya Sadasat Yoni Janmaso. Amit arról szól, hogy igen, maga lélek tiszta önmagában, mint az ember, mielőtt iszik alkoholt, akkor józanó. De Purusha Prakriti Stohi, de hogyha ő próbál gondoljat, akkor most én fogom, és akkor élvezem ezt az anyagot, mint ember gondol, akkor most élvezek, buli van, iszunk egy kicsit. Purusha Prakriti Stohi, bunkte, ugye bunkte, hogy élvezek, akkor ez lesz az oka, karana azt jelenti, hogy ok. Karana guna, hogy mint az alkoholnak van kötő erei, főleg a tudatlanság, ez egy szóval bor rendelkezik energiával, tudatlanság energiával. Ezért az ember teljesen elfelejti, hogy ő kicsoda, micsoda, hova kell menni, mit kell csinálni. Ugyanúgy az anyagi energiának van ez a tudatlanság, tamasa buddhi, ami ahogy csak érintkezésbe lép a lélek az anyaggal, akkor rögtön a tudatban lesz hatással a kerül, és kontrollálva lesz, és akkor zennyes lesz. Oké, de akkor mi a megoldás? Azt most megértettünk, hogy hogy lehet, hogy hogyan lettünk itt, ebben a helyzetben, mert viszont minden, a célunk az nem változott. Mi akármilyen befolyás alá kerültünk, a célunk mindig ugyanaz, hogy akarunk boldogok lenni, és akarunk tapasztalni szeretetet, hogy mi szeretjünk valakit, valaki minket szeret, és ez a természete a léleknek. Ez benne van a lélekben, ezért mindenhol, hogyha látjunk, ez az igény mindenhol mindig jelen van. Viszont az anyagi energia hatására ez az igény marad, de mivel torzítva van a tudat, ezért az a szeretet igazi potenciál, az el van altatva. Csak imitációk vannak sokszor.
Néha valami próbálkozás van, mikor ember valakit szeret, és áldozza magát a szeretetért, de ott akkor van egy másik negatív dolog, hogy ideiglenes. Ez egy másik probléma. És ahogy mondja megint Szentírás, nat evaham jatuna sam, nat vam neme janadipa, nat chayva ne bavisheme, sarva vayam atah param. De a lélek, ő szeretne olyan szeretetet és olyan kapcsolatokat, amelyik bavisja, a jövőben sem fog megszűnni. És ebben a világban mindig sajnos minden ideiglenes. Mindig kell elveszíteni, akit szeretjünk, mindennek a fiatalosságnak is vége van, és mindennek van vége. Ezért a megoldás, hogy visszanyerni lelki tudatot. Amit a léleknek a eredeti tudat. Mert amikor van eredeti tudat, minden szenvedésnek abban a pillanatban vége. Vita rága báek rolda, mammaja mupasrita, bahavogjana tapasan, ami azt mondja, hogy aggodalom, stressz, depresszió, félelem, fájdalom, abban a pillanatban vége lesz, hogyha ember visszanyeri a lelki tudatot. Mit jelent, hogy lelki tudat? Hát valaki megismeri a lelki természetét, valaki megismeri Istent, ő a tudásnak a forrása, mindennek a forrása, szeretetnek a forrása, valaki őt megismeri, Janma Karma Csemedivam, Ivám Jöveti Taktata, azt mondja, aki megismeri Istennek a természetét, az ő megjelenésének, a cselekvésének a transzendentális természetét, Punar Janma, akkor már többet nem lesz karmája, nem kell szenvednie, nem kell vissza lehet kapni az eredeti lelki testet, és akkor abban a pillanatban ember, ha még itt is van, mentes lesz a külsős körülményektől, akármilyen negatív. Erre egy példa, amit mindenki ismeri, Jézus Krisztus, bármit vele csinálták, sose volt zavarva. Nem volt zavart. Miért? Mert a lelki tudatban volt, a lelki szinten volt. Oké. Na akkor mit kell csinálnunk? Akkor megbeszéltünk, hogy nem vagyunk ez a test, hogy minden élő az egy lélek, örökké, ami nagyon jó hír. Akkor megbeszéltünk, hogy és a léleknek a természete ez tudat, a tudat azok az érzelmek, és az egészséges érzelmek, tiszta tudatnak, ez egy természetes, de akkor azt jelenti, hogy vissza kell nyerni, meg kell tisztítani a tudatot, mert megbeszéltük, hogy össze vagyunk keverve az anyaggal, és ezért test-tudatban vagyunk, ezért nagyon-nagyon érzékenyek vagyunk, ami testtel kapcsolatban velük megtörténik. Oké, de akkor mit kell csinálni? Atá Sri Krishna Namadi Nagráját, Bhava Mindriya, amit arról szól, amit fontos, hogy anyagi érzékekkel próbálni felfogni, megérteni a transzendentális természetünket, vagy Istent, a Tashri Krishna Namadi, ugye Istennek a természetét, a nevét, Nabhavem Grahyam Indriya, az nem lehet. Mi már sokszor hallottuk, hogy Isten a felfogáson túlva nem lehet őt felfogni, megérteni. Ugyanúgy a lelkek, mi is lelkek vagyunk, veletek, mi vagyunk a saját, mi magunk saját mostani helyzetünkben felfogáson túl vagyunk. Nem lehet. Felfoghatatlanak vagyunk. Vannak olyan lelki irányozatok, iskolák, ahol mondják, hát Isten felfoghatatlan, ezért ne is foglalkozz vele, mert úgyse értesz. Nem, ez nem jelenti, hogy nem kell. Kell foglalkozni, kell igyekezni, felfogni felfoghatatlan, és meg is lehet, és elmondom, hogy kell. És utána vége. Jó? Hogy legyen megoldás is. Sivan mukhe hi chihvadau,
Svayami Vespurat Ada. Azt mondja, hogy kezdeni kell Seva Unmukha, Seva Unmukhe, szolgáljunk. Hogyha valaki bhakti yoga odaadó szolgálatot kezd gyakorolni, Seva, Seva az azt szereti szolgálni. Seva Unmukhe, Hijihva, és mivel lehet kezdeni a szolgálatot? Nyelvvel, Jiva. Jiva azt jelenti nyelvvel. Szíven mukhe jihsehi jihva dao, adao, ez azt jelenti, ezzel kezdjünk. És miért kell szolgálni? Ahhoz, hogy mindjárt mondom, miért kell, inkább először beszélünk, hogy mit jelent, hogy nyelven szolgálni, hogy lehet nyelven szolgálni valakit. Nyelvnek van két funkciója, van a egyik funkció ízlelni ennivalókat, ugye? És általában a bhakti yoga javasolja, hogy olyan ételt egyél, ami fel van ajánlva. Hogyha valaki eszik olyan ételt, ami meg van szentelve, fel van ajánlva, prasadam, ez egy szolgálat. És ez tisztítja már embernek a tudatot. A másik szolgálat, amit nyelven lehet csinálni, dicsíteni Istent. Dicsíteni Istent, énekelni Hare Krishna mantrát, ez ugyanolyan Isten dicsőség, dicsőítése. Akkor ez a második. És utána miért ezt kell csinálni? Mert beszéltünk, hogy mert úgy saját magunktól, hogy mi leülünk, próbáljuk felfogni, nem fogunk tudni. De hogyha ő lesz elégedett velünk, akkor svayam eva spuratya da, akkor ő saját maga feltárolja magát. Ugyanúgy most lehet nektek rólam próbálni kitalálni dolgokat, de ameddig én nem mondom el, addig lehet csak satszolni. Nem? Nem lehet. Mert miért? Mert személyek vagyok. Isten egy személy, és amikor ő saját természetét nekünk elárulja, akkor megértjünk a saját természetünket, mert saját képére teremtette Isten az embert. Hogyha őt megértjünk, akkor magunkat. De ugyanakkor visszafele is működik, hogy magunkat megértsünk, akkor valamilyen szinten őt is megértjük. Például nekem vannak vágyaim és érzelmeim. És mivel Isten a forrásom, akkor neki is vannak érzelmei és vannak vágyai. Szóval így is lehet. Srila Prabhupád mondja nagyon jó példát. Ahhoz, hogy megértsél az óceánnak a kémiai formuláját, nem kell egész vizsgálni egész óceánt, hanem elég csak egy cseppet kivenni, és ha cseppet vizsgálsz, sós. Akkor végkövetkeztetés, hogy óceán, sós. Ugyanúgy, hogyha egy lélek tudatos, személy, egyéniség, akkor, és mivel Istenből jött, akkor Isten is egy egyén és személy. Szóval így is működik, de ez korlátozott lesz megértésként. Viszont, hogyha őt elégedetté teszünk, akkor ő maga feltárolja magát, és ebben a pillanatban, ahogy ő feltárja magát, abban a pillanatban boldogok leszünk, minden boldogtalanságnak és szenvedésnek abban a pillanatban vége lesz. És ez a megoldás. Jó, ezt beszéltünk akkor mai napon, megbeszéltünk akkor az anyag, hogy élet kezdődik az életből, ugye nem halott anyagból sose lesz élet, utána megbeszéltünk, hogy nem lehet vegyi utakkal bebizonyítani, mert nem igaz, ami nem igaz, az bárhogy keverünk csöveket, bármit csinálunk, nem fog működni. Végül látunk, azért nem, mert a lélek teljesen ellentétes természete rendelkezik, mint az anyag, és utána beszéltünk, hogy végül, és ebből áll az léleknek, vagy ember életének az értelme, hogy megérteni saját, főleg Istennek a természetét. Hogy valaki megérti, akkor boldog lesz, akkor fel fog ébredni Isten iránti szeretet, és nem fog befolyásolni többet az anyagi energia, az anyagi világ,
a tudatot. Mindig józanul fog maradni az ember, akárhogy itt van ebben a világban. Anélkül mindig lesz befolyásol. Oké, köszönjük szépen. Vannak esetleg kérdések? Nincsenek. Köszönjük szépen. Igen, ott van egy. Azokból ismerhetem a leszületésről, amikor a lélek csatlakozik ide gyermeknemzés során, azt hiszem, hogy az ellentétes nemű szülőhöz, mint a nőnemű, aki nőneműként szeretne születni férfihoz csatlakozik, a férfiként ez a nőnemű szülőhöz csatlakozik, azt arra nincs ismerhetem, hogy a Krisna tudatban ez úgy működik. És hogy egyrészt ez is nagyon furcsa nekem, hogy ennyire különböző nézőpontok vannak ebből az elgondolásból. És a másik, tehát a kérdésem arra irányulna, hogy amikor a lélek jön, említette azt, hogy nem tudja meghatározni a szülőket. De mégis valahogy ugye megszületik ez a gyermek, akinek van lelke, hogy akkor mi az az út, mi az a mód, ami során mégis csatlakozik ahhoz a szülőpárhoz, akár természetes, akár mesterséges úton történik a megtermékenyítés, illetve amikor mesterséges úton történik a megtermékenyítés, akkor ugye az adott megtermékenyítendő beteseg fizikailag távol a szülőktől. Mégis ez már egy több évtizedes gyakorlat, és vannak közöttünk olyan, akik még születtek, hogy tudjon erre nekünk. Igen, köszönjük szépen, jó kérdés. A megtermékenyítés csak egyféle módon történhet, csak az apja magja keresztül. Nem tud lélek anyához, szóval lélek bekerül először apjának a magjába, és utána kerül a méhébe. Ez így nem tud ez történni, mert ez a folyamat, hogy mindig a mag, és ez, mint a magot ültetjünk a földbe, akkor, és Krisna is azt mondja, hogy ő is megtermékenyíti az anyagi természetet, ő, mint egy atya, ami adja a magját, ugyanúgy az apa, ő adja a magját, és oda kerül bele a lélek, és itt játszik a tudat. Hogy milyen tudatba, aki úgy történik, még az előző életben, kik lesznek a szüleim, azért mondtam, hogy nem válaszunk, mert a szüleim, ez már az én cselekvésemnek az eredménye. Ezért nem választok. Mint a vizsgán, amikor én megyek vizsgázni, ott már nem választok semmit, mert csak amennyit tudok, annyit tudok válaszolni, de választás már ott nincs. Ugyanúgy az előző életében, amikor valaki éli az életet, végzi tevékenységeket, ez minden összegezve van. Mert ugye mi beszéltünk a lélekről, meg beszéltük a testről, de van még finom fizikai test, citta. És ott rögzítve van, csak röviden mondom, ez is egy éves szeminárium ebből lehet, lényeg a lényeg, hogy amikor én cselekszek, akkor a bizonyos cselekvés formálja tudatomat. Ugye az ember mondjuk, aki tolvaj, akkor egy ravasz tudatot csinál. Ugye akkor aki ártja másoknak, gonosz tudatot. Aki segíti másoknak, akkor ilyen kis sugárzó tudatot, pozitív. És amikor megvan, halál pillanatban, amikor már megy, távozik, fog távozni a lélek a testből, akkor már megvan formálva a tudat, hogy milyen tudatot viszi magával a következő életébe, és azt mondják, akkor már meg is van a test. Mint a fában már megvan a test, fa, forma, ugyanúgy a halál pillanatban finom fizikai szinten a lélek már rendelkezik testtel, hogy fog kinézni, fiú lesz vagy lány lesz, és amilyen
ahol vannak a szülei azonos tudatban, nemzés pillanatban, ugye utána ő kilép a testből, meghalt, és amikor azonos tudatban szülők vannak, férfi, nő nemzenek, akkor csak oda lesz bevonzva, ahol azonos tudat, hogy a karma így elintézi. Nem választhatsz. Nincs választani, csak szentek, olyan, mint Jézus, igazi szentek, akik, ahogy beszéltünk, nincsenek a anyagi energia befolyásol alatt, ők választhatnak, hol születek, mikor születek, még a halált is ők kontrollálnak. Látjunk, a Jézus akkor halt meg, amikor ő mondta. De ezek a, és mi is tudjuk ezt csinálni, hogyha gyakoroljunk, amit beszéltünk, kimegyünk a anyagi hatás alól. De átlagos emberek, mint mi vagyunk, mi nem tudjunk. És akkor így. A következő, hogyha valahol mesterséges megtermékenyítés történik, ez egy nagyon rossz karma egy ilyen következő születésére, hogy nem egy természetes úton fog megszületni, hanem egy ilyen mesterségesen. Ez a karmának az eredménye. Igen? Csak még egy kérdés, hogy a gyermeket, hogyha azonos tudatban vannak a szülők, és mi történik akkor, amikor mondjuk abból a párból a hölgy egy más tudatban van, egy úgymond rosszul élve magasabb tudatban van, és ezzel a magasabb tudattal ugyanúgy elfogadja a párját, és ezzel együtt szeretnének gyermeket. És akkor ugye itt nincs azonos tudat, vagy hogy ugye a férfi nem hozott mondjuk döntéseket, de nem érte az utányba a hölgyen, nagyon sokan egyébként, ha mondjuk, hogy akkor az is akadályoz. Igen, végtelen variációt lehet, nagyon végtelen. Mondhatjuk így, hogyha nőnek a tudatja magasabb, és az fog dominálni, akkor jobb lelket bevonza, hogyha dominál. Hogyha mégis alacsonyabb tudat, de erősebb is, az dominál, akkor rosszabb. Vagy, következő, az őknek a tudatnak az összegzése, ez egy harmadik variáció lehet, akkor olyan lelket be fognak vonzani. Igen, jó. Egy kicsit még a picit, amikor beszéltem, hogy meg tudjunk érteni, hogy amikor halál pillanatban már vagyunk, és már megvan a test, hogy fogunk kinézni következő életbe, mert amikor már, szóval megvan már az utam, én csak ahhoz, hogy menjek ezen az úton, akkor olyan szülő tudatba kerülök, akiknek kedvező lesz az én utamnak. Rossz vagy jó, de annak a kedvező, hogy rossz. Át kell szenvedni dolgokat, az a kedvező az én karma utamnak, vagy boldog legyek. És amikor kerülök az anya a méhébe, akkor az anya szervezet, ő csak adja vegyi elemeket, de az én tudatom, ami be van már programozva, hogy fogok kinézni, az építi a testemet. Az csak egy cső, csak ahogy beszéltünk, vegyi cső, csak egy természetes, egy anya méhe. És szóval először finom test van, és utána a finom test építi magára a kis csecsemő, ami utána mind szépen ki fog megnyilvánul minden. És ezért nálunk, ami hogy kinézünk, ami új lenyomatunk, bőrszínünk, hajunk, fogaink, ez már minden be van programozva, semmi véletlenül nem így, hogy már így dobta a gép, hanem minden egyes sejtnek a állása rajtunk, ez a mi cselekvésnek az eredménye. Nincsen semmi ok nélkül, mert ez a világ, ez egy ok és az okozott világ. A lelki világ, ahonnan jöttünk, ott nincs ok például, ott nincs semmi ok. Ezért, amikor valaki mondja, hogy jó, mindenkit Isten teremtette, de kik teremtette Istent? Nem korrekt kérdés. Mert Istennek nincs oka.
A léleknek nincs oka. Mi is nekünk, mi, hogyha rólunk is mondjuk, hogy Isten minket teremtette, de már mikor, az már erre nincs válasz. Oké, vissza. Szóval halál pillanatban megvan a finom fizikai test, ugyanúgy, mint a régi fotó dolgok, akik csináltak fotót régen, amikor fogták filmet, belerakták nagyítóba, és alá rakták papírt. Rávilágították, és utána a papír üres, fehér volt. De finom szinten már ott volt a kép. Nem tudom, ki csinálta ilyeneket, én gyerekkoromban csináltam. És akkor előhívó vegyi vegyszerbe belerakott, és akkor látod, és kijön a kép. Finom szinten már ott volt. Ugyanúgy minden a világon, először finom szinten történik, megvan a finom fizikai test, és akkor az anya méhe, ez előhívő, előhívó. Belemegy oda a lélek finom testtel, és akkor ott finom test körülfelé fog épülni a durva fizikai test. És ez nem kontrollálunk, ez ahogyan felépül a test, ez a mi cselekvésnek az eredménye. Jó? Ugyanúgy a szüleinket, akit kapunk, ez a mi cselekvésnek az eredménye. És ezért néha valaki kapja olyan szüleiket, ami nem kívánjuk senkinek, de valaki olyan kapja olyan szülőket, hogy mondjuk milyen szerencsés, hogy olyan szüleid vannak, ez a múlt cselekvésnek eredménye. Kicsit kiegészítettem. Jó? Rendben, köszönjük szépen. Meg kell álljunk, mert túl sok tudás se jó. Egyszerre kell adagolni egészséges adagokkal, emészthető legyen. Akkor most lesz egy kis éneklés, ami pont a mi gyakorlat, hogy tágítja, nyisson a tudatot, hogy jobban értsünk lelki dolgokat, és tisztuljunk a karmától, mert karma miatt befolyásolva vagyok. Köszönjük szépen! Mindenkinek további szép napot kívánunk, és a végén szoktok még megdicsérni mindenkit, Sri Sridhar Nitai Vijay Goranga ki, Jai Srila Prabhupad ki, Jai Nitai Gaura Premanandi, Hari Bol. Hare Krishna. Gora Bhakta Vrinda ki, Jai.